A második helyen álló Salgótarján szerezte az első gólt, és mint később kiderült, a nyírbátoriak végig csak futottak az eredmény után. 4-4-nél még egyenlő volt az állás, negyed óra elteltével 4-30 perc játék után pedig már 8 góllal vezettek a vendégek. A második félidőre egy másik arcát mutató hazai csapat futott ki, így elkezdte ledolgozni hátrányát Tréki Tamás együttese. 2 gólra sikerült is felzárkózni a Bátornak, sőt, többször is támadhatott az egy gólos különbségért a házigazda, de a Tarján újítani tudott, és végül 6 góllal megnyerte a mérkőzést. A belső fél időben elővettünk megint egy olyan elmúltalan kézilabdát, amit nem értek egyébként, hogy mi az oka, mert tényleg nincs a fiúkon úgymond semmilyen nyomás. Ugye egy tetemes hátrányba kerültünk, aztán a második fél időben szépen fokozatosan feljavuló védekezéssel, valamint kapus teljesítményen dolgoztuk a hátrányt. 2 gól is sikerült visszazárkózni, sőt ott volt 2 labdánk lehetőségünk, még hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést, de sajnos ott már a csapat azért látszott, hogy elfáradt, olyan egyéni hibák következtek, amit megbosszult az ellenfél, és végül is egy 6 gólos vereség lett a vége. A vendégek játékos edzője annak örült, hogy meg tudták akadályozni azt, hogy a hazaiak a második félidőben maguk javára fordítsák a mérkőzést. Álmosan kezdtünk, de aztán egy egész jó ritmusban tudtunk játszani az első fél időben. Ennek volt köszönhető ez a nagyobb arányú különbség, de aztán ugye jött a második félidő. Sajnos, amitől tartottunk bele, beleszürkültünk a meccsbe, azt hittük, hogy megnyertük a mérkőzést, és hát ez a legveszélyesebb. Na meg persze Robi, felföldi Robi a kapuban azért megbabonázott minket eléggé, úgyhogy így szoros lett a meccs. Végül örülök, hogy magunk javára tudtuk, vagyis megtartani az előnyünket, meg növelni is tudtuk a végére, így örülünk a győzelemnek. A fiatal Weibli Zoltán, aki egyre több játék lehetőséget kap a nyírbátori csapatban, 4 gólt lőtt a mérkőzésen. Az első fél időben nem sokat játszottam, ott a belső hármas és a szélső védekezés az nem úgy működött, ahogy terveztük. Hiányzott a lendület egy picit a játékból, de a második fél időben hál' Istennek a csapat összekapta magát. Sajnálom, hogy a végén ilyen sok lett közte, de hál' Istennek legalább egy szorosabb mérkőzést sikerült kihoznunk. Megvan a bizalom, az önbizalom pedig most nem rég jött meg. Hála Istennek nagyon sok lehetőséget kapok. Mindenki támogat abban, hogy azért én is egyre jobban és jobban játszak, és az edzőtől is hála Istennek egyre több játékidőt kapok. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Gödöllő 30-33, Hajdúnánás DVTK 25-37 és Vác Hajdúszoboszló 31-31. A tabella élén a 22 pontos DVTK áll, megelőzve a 20 pontos Salgótarjánt. A 3 ponttal 8. Nyírbátor jövő szombaton a DVTK ellen játsza utolsó hazai mérkőzését.